önfelett játszadozás és vidám kacagás. Ezek jellemezték a tavalyi tenger gyermekfesztivált. Idén azonban a szervezők még több érdekességgel, köztük számos szórakoztató és készségfejlesztő foglalkozással várják majd a kikapcsolódni vágyó gyerekeket és szüleiket. Lesznek új játékaink, illetve még több helyszínünk, lesz még több játékunk, ami nagyon népszerű, abból még többet próbáltunk, tehát több ló lesz, amit majd lehet lovagolni, még több légvár lesz, és még több civil szervezet is Magyarországról is már négy-öt szervezet bejelentkezett, tehát próbálunk az elvárásoknak megfelelni. Ami még fontos változás, hogy az idén már nem lesz Alma Együttes, úgy éreztük, hogy egy kicsit váltsunk, mást is mutassunk meg, kiskalász együttes lesz a rendezvényen, és lesznek. Természetesen még sok érdekességek, tehát Bohócoknak a műsora és minden más. A fesztivál zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendezvény megszervezésébe idén mintegy 35 civil szervezet is bekapcsolódott, amelyek mindegyike érdekesebbnél érdekesebb játékokkal és foglalkozásokkal várja majd a látogatókat. A civil szervezetek önként jönnek és szórakoztatják a gyerekeket különféle kézügyeségi feladatokkal, ami azért nagy segítség. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezvényünk színvonalas legyen, de ugyanakkor ingyenes is. A fesztivál napján a kisgyermekes családok akciós áron vehetik majd igénybe a rendezvény helyszínéhez közeleső medence szolgáltatásait is. Az 5. Tenger gyermekfesztivállal kapcsolatban bővebb tájékoztatás a CIFI civil központ irodájában kaphatnak Zentán.